felvetik, hogy hát micsoda mértékű kínai beruházáson nem szó, megkérdezem, miért adjátok el a vállalataitokat? Ma a Gazdasági Bizottságnak az ülésén voltunk, meghallgattuk Szijjártó Péter győzelmi jelentését a magyar gazdaság állapotáról, ami természetesen nem igaz, másrészt pedig Molnár Gyula egy érdekes javaslatával foglalkoztunk. Szijjártó úr nagyon hosszasan sorolta, hogy nem fantasztikus állapotban van a Magyarország külpolitikája, és ezen belül, hiszen ez a Gazdasági Bizottság ülés, a külgazdaságunk. Ömlik a pénz, jönnek a befektetők, leginkább keletről, oroszok, kínaiak, koreaiak, japánok, és ez a mi nemzetgazdaságunknak fantasztikusan jó. Arra a kérdésemre, hogy ez a fantasztikus mennyiségű pénz, ami áramlik az országba, ez mikor lesz észrevehető az ország lakosságának az átlagbéreiben, természetesen nem válaszolt. Arra a kérdésemre, hogy a Dunafert államosítják-e, azt mondta, hogy nem államosítják, de gondolkodnak abban, hogy állami szerepvállalásra készülnek benne. Arra a kérdésemre, hogy munkásszállók építése helyett mikor lesz bérlakásprogram, sem válaszol, de egyetértett velem abban, hogy valóban a magyaroknak kellene inkább olcsó lakásokat előadni, mint az ukrán, szerb és egyéb más vendégmunkásoknak munkásszállót, de természetesen erre sem válaszolt. Szijjártó Péter azt is elmondta kérdésemre válaszolva, hogy az Audinál termelésbővülés lesz, és természetesen nincsenek kirúgások. Ez természetesen így ebben a formában egyáltalán nem igaz, hiszen az Audi nem is tesz közé adatokat, hogy ő mennyit fog majd termelni, tehát ezt csak ő bemondta. Másrészt pedig sajnos egyrészt voltak kirúgások, hiszen pontosan tudjuk, hogy nem hosszabbítják meg a szerződéseket az Audinál, más pedig az összes előjelzés azt mutatja, az Audin belül is mondják ezt, és Audin kívül is, hogy bizony ezeknél az autógyártó cégnél leépítések lesznek. Itt tart a nagy magyar fejlődés. A Gazdasági Bizottságnak több más témája is volt, ezek lementek rendben. A végén érdekességképpen Molnár Gyula megpróbálta elérni, hogy javaslatát, miszerint, hogy rágógumi, cukorkát és dességet ne a boltok pénztárainál árulhassanak, hiszen ez a legneuralgikusabb pontja a vásárlásoknak, és a kisgyerekek ott mindig meggyőzik a szüleiket, hogy ezeket a valóban nem túl egészséges ételeket magukhoz vegyék, ott ne lehessen vásárolni. Ezzel a fideszes többség bár egyetértett a javaslatával, de természetesen nem szavazták meg, így ezeket a termékeket továbbra is lehet kapni a boltok polcain. Hát ez volt a mai Gazdasági Bizottsági ülés. Nem lettünk túl boldogok tőle, de küzdünk tovább, hogy az igazságunkért harcolhassunk.